Nehéz dolguk van azoknak a rendőröknek, akik a gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések után nyomoznak. Sokszor a szülők maguk sem hisznek a gyerekeknek, ezért aztán feljelentést sem tesznek, vagy éppen azért nem kerül rendőrségre az ügy, mert családon belül történik az erőszak. Azt tapasztaljuk, hogy sajnos közvetlen hozzátartozó, vagy barát, vagy ismerős az, aki elköveti az erőszakot a gyermekkorú ellen. Hát ezekben az esetekben sokszor nem jönnek be a szülők. Ugye a szülő a törvényes képviselő gyakorlatilag, aki képviseli a gyerek érdekeit, tehát megtehetné a feljelentést vagy a bejelentést. Egyébként bárki megteheti a feljelentést vagy a bejelentést, hogyha a tudomására jut egy ilyen eset. A gyerekek kihallgatása is nehéz, mert a rendőrök nincsenek felkészítve arra, hogyan kell egy gyerekkel beszélni, milyen körülmények között kell kihallgatni. Lehetőség szerint ilyenkor a gyermekeket úgynevezett gyermekkihallgató szobában kell meghallgatni. Na most gyermekkihallgató szoba az országban nagyon kevés van, mert ez technikailag is jól felszerelt helység, és egyébként olyan a hangulata is, ahol a gyermek könnyebben tud vallomást tenni. Galajda Ágnes bírónő azt mondja, hogy gyermekbarát igazságszolgáltatásra kéne törekedni az ilyen ügyekben. A bírónő szerint minden meghallgatás újra és újra traumatizálja a gyereket, ezért fontos lenne, hogy minden esetben nyomozási bíró hallgassa ki a kiskorút. Ha a gyermeket a nyomozás során nyomozási bíró hallgathatja ki, akkor lehetővé válik, hogy a gyermeket ne kelljen újra kihallgatni a bírósági tárgyaláson. De ez azonban ma még nem kötelező, hanem kötelező erővel bír, hanem egy lehetőség az eljárási törvényben. Magyarországon a büntető törvénykönyv határozza meg, hogy kit tekint hozzátartozónak az ilyen esetekben a bíróság. Súlyosabban minősítik azokat az eseteket, ha valaki a nevelése, felügyelete vagy gondozása alatt lévő személy sérelmére követel szexuális bűncselekményt. Ebben a közvetlen hozzátartozók vannak benne, az apa, az anya, a nevelőszülők, illetve a nagyszülők. A nemzetközi szabályok behozzák a bizalmi személynek a kategóriáját, és talán érdemes lenne a jogalkotónak elgondolkodni azon, hogy nem lenne indokolt megváltoztatni a jogszabályt, hiszen sok mindent lefed ez a meghatározás, hogy mikor minősül súlyosabban a gyermekkorúak sérelmére elkövetett cselekmény, mikor lépünk fel a törvény szigorával. Azonban kimarad egy nagyon nagy kör, mondjuk az a szomszéd, az a távolabbi rokon, az a rokon, akinek a gyermek nincs a nevelése alatt, nincs a gondozására bízva, nincs a felügyelete alatt, vagy nem egy olyan intézményről van szó, de ugyanakkor a legveszélyesebb kategóriába is esik, mert a gyermeknek a bizalmával él vissza, és ezzel a bizalmi helyzettel visszaélve követi el a legsúlyosabb bűncselekményt. A kutatásokból az is kiderült, hogy az ügyek nagy része nem jut el a feljelentésig, tehát csak tippelni lehet, vajon hány gyerekkel történik valójában szexuális bántalmazás.